Szia Lajos! Vagyis, üdv harcostársak! Végre visszatértünk megújult erővel, és folytatjuk most tovább az araszolást előre egy picit szokatlan és egyben visszatérő témával. Ahogy a Nickelodeon rend videómból kiderült, nem vetem meg a régebbi Fulc Schneider keze alatt készült sorozatait a narancséknak, sőt többet is végignéztem belőle. És gondoltam, néhány videóban picit vissza is utazunk akkor 2017-be, és elhozok nektek egy-két teóriát ezen sorozatokról. Hogy miért? A sztori úgy volt, hogy néztem a Waymint Victoria nevű showt, amiben volt egy Psychovic nevű tanár. Nos, ahogy néztem a remek művet, elég sok arra utaló jelet véltem felfedezni, hogy a tanár úr nem vetett meg bizonyos gyógynövényi anyagokat, szereket, plusz a stílusa kiköpött olyan, mint egy hippié. És erről eszembe jutott az, hogy lehetne csinálni egy Waymint Victoria teóriás videót, sőt, akár még több ilyen videót is lehetne csinálni, ugyanis az iCarly-nak is van egy eléggé deep és dark, crazy Steve-es teóriája, amiről szerintem érdemes lesz majd még beszélni lehetségesen. Tehát akkor az első alanya a teória sorozatnak a Győzelem című sorozat lesz a stílusosság kedvéért. Waymint Victoria, a karakterek mögött. Nos, a teória kb. Az egész kaszton keresztül megy, és minden karakterről van némi deep dolog, amit érdemes megosztani veletek. Ezért úgy gondoltam, csinálok inkább egy mini jéghegy teória videót, ahol minél mélyebbre megyünk, a teória úgy lesz egyre sötétebb. Vagyis teóriák. Tehát akkor kezdjük is el. Tori Vega. Főszereplőnk Tori Vega egy perfekcionista. Hogy ez mit jelent? Az, hogy mindenben ő akar lenni a legjobb, mert úgy érzi, hogy más nem lehet rajta kívül. Ami, ha így végignézzük a sorozatot, nem is hülyeség, hiszen folyton ő kapta a legnagyobb reflektorfényt, és folyton ő próbált lenni a középpontban. Már egy olyan szinten, ami szimplán számomra idegesítő volt. Ahogy maga a karakter is az, nem mellesleg az esetek nagy részében. Egyébként egy bizonyos Reddit felhasználó azt is állította, hogy Tori OCD-ben szenved, de ez őszintén szerintem nem túlzottan esélyes. Trina Vega. Ó, mindenki kedvenc karaktere megérkezett rögvest idegesítő hugocskája után. Nos, Trinának narcisztikus személyiségzavara van. Mert csak gondoljunk bele. Tökéletesnek gondolja magát. Azt hiszi, jó énekes, jó táncos és tökéletes színésznő, mikor mindenki tudja, hogy nem. Mert hallja, látja. De mint hiába. Mert minden létező hírességnél bepróbálkozik, ahogy csak tud. Mindezt azért, mert sztár akar lenni, és piedesztárra emeli a saját tehetségtelen, idegesítő, inkább nem folytatom a személyét. Szerintem ez egyértelműen igaz. Jade West. A kedvenc szereplőmről két teória is van. Az egyik az, hogy valószínűleg bipoláris, mivel elég sokszor változik meg a hangulata, elég gyorsan. Főleg akkor, ha Tori van a közelben. Két teória is van, hogy Jade-nek a konzervatív gazdag szülei túlzottan normális leányzót akartak faragni belőle, csak hogy ő merőben más volt és utálta ezt a szerepet, amit rá akartak aggatni, ezért a gót fura stílusa egy hatásos lázadás a szülők ellen. Jade-nek sosem voltak igazán barátai, és nem tanult meg szocializálódni rendesen, ami magyarázat lehet ellenséges stílusára. De most jön a legérdekesebb rész. Egy teória szerint Jade valójában nem feltétlen azért van Beckkel, mert annyira szeretné a fiúkat, hanem mert nem tudja elfogadni önmagát. Nem kertelek tovább, Jade a teória szerint egy LMBTQ karakter, akinek talán tetszik sorozatunk főszereplője, csak ezt nem akarja elfogadni még kicsit sem. Mások szerint szimplán csak azért ilyen ellenséges és gonosz Torival szemben, mert féltékeny Beckre, mint rákúr a pénzére, ami meg már egyáltalán nem egy hülyeség. Beck Oliver. Beck úgyfent az a személy, akiről két teória is van. Az egyik szerint az apja túlságosan ráerőltette a saját elképzeléseit fiára, ezért is költözött ki a lakókocsiába, ahol a saját szabályai szerint élhet. A másik teória meg az, hogy Beck füves. Na, picit bővebben kifejtve, azért következtetik erre néhányan, mert ő a leglazább, legnyugodtabb karakter az egész sorozatban, higgadtan kezel mindent, és hát... Hát, az előbbi teória sokkal jobb volt vele kapcsolatban, Jézusom. Psychovic. Most következik az a teória, amit jó magam is felvetettem a fejemben. Psychovic egy hippi volt, aki a 70-es években volt tini, és a 90-es évekig bezárólag rengeteg annyi varázsszert használt, hogy elfüstölt az agya.
Erre bizonyíték lehet nem csak a kinézete, de egyes dialógusok is, mint mikor megemlít egy random helyet, ahol még tini korában járt, utána kijelenti, hogy semmire sem emlékszik abból, amit ott töltött az adott helyen. AFK Légió, pszichedelikus utazások, avagy arra sem emlékszem, mi történt, de Isztambulba voltam. Bocsi, ezt nem tudom mi volt. Figyeljetek, mondhatnám erre az elméletre, hogy hülyeség, sőt, aki a teóriát írta, olyanokat is megemlített, hogy Szajkovics több gyermek apja is lehet, és még akár HIV pozitív is, nem Covid pozitív. De ez szerintem már csak bemagyarázás, hogy menőnek, vagy esetleg sokkolónak hasson ez a teória. Szóval, ja. André Harris. André, bocsánat. Nagyanyja skizofrén. Ezt szerintem észre lehetett venni, ugyanis az, amit a Nagyi leprodukál a sorozatban, durvább, mint Csillag Patrik legszélsőségesebb idiótaságai. André azért van mindig a Nagyinál egyébként valószínűleg, mert nem szeret lenni a szülői házban, ugyanis nem támogatják annyira a zenei karrierjét. Ez az egyik verzió. Azonban, ahogy említettem, ez egy látosabb teória André életével kapcsolatban. Egy picit hosszasabb, komolyabb elmélet szerint André szülei még a gimnáziumi éveiket sem tudták elvégezni, mikor megszületett, és benzinkúti melóból próbálták eltartani magukat, de főleg őt. Azonban többet akartak a szülők a fiúknak, ezért elkezdtek a szülei drogot árulni. André már tudott ezekről, hiszen 11-12 éves volt ekkoriban, viszont nem lett a történet végé happy end. A drogdílerkedés vége börtön lett, ezért André a nagymamával lakik, és a zenén keresztül adja ki magából az érzéseit. Igen, elég deep story. Ezek alapján nyugodtan mehetett volna André old school rappernek is. St. Jean Van Cleef. A kedvenc mellékszereplőm sem maradhatott ki a sorból. Tudjuk, hogy ezen karakter egy igazi creep, és végletekig fura fazon, azonban egy elég szomorú családi háttér lehet a dologban talán. St. Jean-t elhagyták a szülei még gyerekkorában a teória szerint, és folyton más-más mosta a família fogadta be őt. Ezek miatt elhanyagolták, és talán PTSD is kialakult nála, mindemellett még bántalmazták is, és megalázták őt lehetségesen. Vannak is erre utaló jelek, meg poénok. Hogy őszinte legyek, ez egy nagyon szomorú teória, ahogy az itt elhangzottak jó része. Dobjuk fel ezt a depis hangulatot egy kis diszkóval! Rex és Robi. Robi magányos gyerekként nőtt fel. Egyetlen barátja Rex volt, akit a dédapjától kapott a születésnapjára. Robit sokat bántalmazták, ha végignézzük a sorozatot, ki is derül. Erre jó példa az a rész, amikor meg kellett bűteni őt egy matchbox miatt, amit megetettek vele. Rex azonban miért vett fel ilyen bántalmazó, nagy menősködő szerepet akkor? Az egyik lehetőség, hogy Robi Rexen keresztül próbálja azt az énjét kiélni és kimutatni, aki mindig szeretett volna lenni. Egy menőcsávó. A másik lehetőség az, hogy Rex bántalmazó karaktere Robi lelkiismerete. Ugyanis a sok bántalmazás miatt a bábjára is ezt a szerepet aggatta. Őszintén szólva, eddig ez a teória sorozat teljesen letépte az illúzión függönyét erről a sorozattal, mintha valami bóvli 50 forintos függöny lett volna, amit az aluljáros minéke a wannabe-ben vettem volna. És csak most jön a legviccesebb szakasz. Felkészültetek? Igazából már a gyerekkorotoknak úgyis mindegy, szóval na, hogy igen! Cat Valentine. Hűha. Kis kitérő, de egyébként Cat karakterét igaz, mindenki azt mondja, hogy Ariana Grande, de vites volt, ő a legó. A nagy lófaszt. Vagyis bocsánat. Csak unpopuláris opinícióm, hogy a karaktere számomra sokkal inkább volt fárasztó, mint vicces. Mindegy, legalább jól nézett ki, és a bátya vicces volt. De mi is a teória, ami vele kapcsolatos? Cat bipoláris. Mindemellett még skizofrén is. Legalábbis ez lehet magyarázat a gyakori hangulatingadozására és szélsőségesen furcsa viselkedésére. Valamint abból kiindulva, hogy még a személyiskett sorozatban sem a szüleinél, hanem a nagyinál lakik, arra lehet következtetni, hogy a szülei elhagyták őt a bátyával együtt, azonban néha kapcsolatba is lépnek velük, és egy esetleges hitelkártyával próbálják balanszolni azt a szintű elhanyagolást, ami a szülők esetében szerintem megbocsáthatatlan. Na de akkor mizu van a bátyussal? A hírhet elmebajossal. Hát mondom is. Kettesója. Kettesója szintén skizofréniával küzd, és a halucinációkkal, valamint hangokkal a fejében úgy birkózik meg, hogy zaklatja és bántalmazza a saját családját, különösen Ketet. A szülei segítenének neki, de túlságosan félnek attól a szörnyetektől, akit már felemésztett az őrület. A legeslegnagyobb méreg, amit az ember agya elönthet, és beférkőzhet olyan helyekre, ahonnan soha ki nem jön. Ezzel örökké eltorzítva az ember személyét egy veszedelmes és kiszámíthatatlan lényé. Attól az embertől félnek a szülők, aki a tulajdon gyermekük.
Hűha! Nem mondtam, hogy könnyű menet lesz, és igazából még durvább is volt, amire számítottam. Minden esetre nagyon remélem, hogy élveztetek ezeknyi bókás, őrülten bókás és egyúton depresszió. Hamarosan újra találkozunk, addig is gyertek a Discord szerverre, domcsízunk egy jót, és hát sziasztok! Thank you.